Az eszmélésem utáni percekben valószínűleg már orvos akartam lenni, ráadásul kutatóorvos. Elég sokat betegeskedtem gyerekkoromban, semmi komoly nagy bajom nem volt, meg voltam mindig fázva, és gyakran mentem orvoshoz. És valahogy az a szenárió, az a környezet, ahol az orvos engem fogadott, és ahol megvizsgáltak, és elmondták, hogy mi legyen, az engem úgy meghatott. Talán még az is, hogy segítettek rajta. Más hivatás, más szakmának a gondolata soha az életben nem foglalkozhatott. 74-ben nyertem felvételt, és most 14 van, tehát ez pont 40 év. Ez azért rengeteg minden változott. Akkoriban az, hogy valaki külföldre el tudjon menni, akár hosszabb, akár rövidebb időre, az egy komoly csatározás volt. 91-ben mentem ki, és 94-ben jöttem haza, ami a rendszerváltás utáni első néhány évet jelentette. Óriási honvágyam volt, mint kutató, amiket ott találtam, megláttam, alig vártam, hogy közöljem az itthoniakkal. Egy percig nem fogott meg a fejemben az, hogy én mondjuk esetleg kimaradnék. Megesett az itt ebbe a szobába, hogy egy tantermi adás után egy német hallgató odajött hozzám, és elkezdett kérdezősködni. Azt mondta neki, hogy gyere be az irodámba, most rögtön velem jössz. És a hallgató el volt képedve, nem gondolt, hogy a professzornak a szobájában találja magát pár percen belül, és a professzor pedig lelkesen, jókedvűen, és rám is rám ragadt az ő lelkesedése, húzogatja elő a könyvek garmadáját, és azóta is én egyébként úgy vagyok vele, hogy amikor a intézetben vagyok, és hallgatónak van velem valamilyen dolga, akkor biztos, hogy ha itt talál, akkor én beengedem. Fiatal koromban éjszakákban nyúlóan töltöttem az időmet a laborban. Most éjszakában nyúlóan legfeljebb olvasok törvénytervezeteket, vagy éppen írok valamilyen anyagot, de hát azt kell mondjam, hogy az életemet tényleg kitölti. Nem tudok másképp gondolni erre, mint arra a munkahelyre, ami a 40 éven keresztül folyamatosan egy az életemet teljessétevő, töménytelen sok örömet szerző intézményre, és most az utóbbi 2,5 évben pedig még úgy is, hogy mindezért felelős is vagyok.